A fiatal vállalkozókat bemutató sorozatunkban most egy ambiciózus, folyamatosan előrehaladó, céljaiért küzdő fiatalembert hoztunk el önöknek, aki néhány év alatt egy kis garázsboltból eljutott egy közel 4000 négyzetméteren elterülő tűzép irányításáig. Ismerettségünkre való tekintettel tegeződtünk a beszélgetés alatt, fogadják szeretettel Darányi Antalt. Az élet hozta így, vagy tudatosan készültél arra, hogy egy ilyen vállalkozás élére kerülj? Én úgy gondolom, hogy az élet hozta így, tehát senki nem úgy készül, hogy egy komoly cégnek a tulajdonosa, ügyvezetője lehet, vagy ha készül is rá, akkor az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és sokat kell tenni érte. Talán is. Gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? A tűzoltó, mondhatom, nem tudom igazából, tehát nagyon régen volt, már nem emlékszem, hogy mi szerettem volna lenni. Azt tudom, hogy most hol vagyok, hol tartok, hol szeretnék eljutni, és úgy gondolom, hogy ez a fontos. Iskolákban mire készültél, mit végeztél? Akkor mi volt a koncepció? Nagyon furcsa volt az iskolás pályafutásom, mert egy gazdasági beállítottságú ember vagyok, és világéletemben műszaki iskolákba jártam. Kezdtem Debrecenben a Pécsi Mihályra, ahol anyagmozgatógépészként végeztem. Utána elkerültem Szolnokra, Budapestre. Budapesten is egy műszaki iskolába kezdtem meg a tanulmányaimat, igaz gazdasági karon. Térjünk ide, ahol most vagyunk. Hogy alakult ki ez a vállalkozás? Hogy kerültél te az élére? Kinek az ötlete volt egy ilyen tűzép? Nézzük először ezt a részét. Hát ez korábbra nyúlik vissza, mint hogy tűzép. Édesapám vízgázfűtés szerelőmester volt, illetve szervizelt ezeket a gázkészülékeket, és Hajdúszoboszlón nem volt gázkészülék, alkatrész volt, és nagyon régóta szeretett volna egy ilyen boltot létrehozni. Jól emlékszem, 2005-ben valósult meg ez a vágya velem karöltve, és egy kis 19 négyzetméteres garázsba sikerült, a garást átalakítottuk, és ott sikerült ezt a gázkészülék alkatrész szaküzletet megnyitni. Olyan speciális dolgokat árultunk, amelyeket Hajdúszoboszlón senki, a környező városokban is, csak Debrecenben egy-két helyen volt elérhető. Ezt kibővítettük egy-két év múlva vízgázfűtés termék palettával, éreztük ennek a szükségét is, illetve az igényét is, hogy az odajáró emberek keresik ezeket a dolgokat. Próbáltunk fejleszteni ezen a területen, ugye a 19 négyzetméteres kis üzlethelyiség elég hamar kinőtte magát. Volt egy másik garázsunk a közelben, azt a garázst befogtuk igazából a raktárnak, de nehézkes volt, kicsi volt, azt is elég gyorsan kinőttünk belőle. Mindenképpen mozdulni szerettünk volna, hogy akartunk. Ekkor már 2007-ben teljesen új céget alapítva vittem ezt a vállalkozást. És 2011 környékén fogalmazódott meg bennünk a gondolat, a feleségem édesanyja tűzépen dolgozott, és évek óta mondtam neki, hogy csináljunk együtt egy közös tűzépet, nekem nagyon kellene a kereskedem élére egy olyan ember, mint ő. És hát az elején csak mosolygott mindenki, hogy mit akar ez a srác. És 2011-ben ez odáig fajult, hogy felépítettünk egy 200 négyzetméteres bemutatótermet, és elkezdtük a működésünket. Kibővítettük a gázkészülék alkatrészt, az épületgépészetet építőanyagkereskedelemmel, és így egy olyan tűzép telep jött létre, ami igazából több mint egy tűzép, tehát többfajta termék kategóriával foglalkozunk.
Az anyai nagyapától örökölt telek is kicsinek bizonyult, így a mellettük és mögöttük lévő telkeket is megvásárolták. Közel 4000 négyzetméteren terül el a bajcsi kereskedőház. 12-14 ember mozog nálunk, valamikor 15 is. Ez köszönhető pályázatoknak, és nyilván annak, hogy egyébként egyre több munka van, és egyre több helyen, egyre több fronton kell helyt állnunk. Mi a te napi feladatod ebben a birodalom irányításban, ha mondhatjuk így? Hát birodalomnak nem mondanám, az a legkis túlzás, de a napi feladataim, az elején én is kint voltam autón. Pakoltam a cementet, vittem ki a zárut, tehát hogy a legaljáról kezdtem. Tudom, hogy mit jelent napi 8-10 órába pakolgatni a súlyos zsákokat. Ma már nyilván más feladataim vannak. Menedzselnem kell igazából a céget, a helyes irányba menjen. Ugye meg kell határoznom azokat a számokat, azokat az irányvonalakat, amelyek mentén és ameddig nyújtózkodhatunk. A folyamatos fejlesztések azok nem állnak meg, valószínűleg a habitusomból adódik, hogy lehet, hogy 50 éves koromban se fogok tudni megállni. Valószínűleg azért, mert élvezem. Tehát szeretek előre menni, szeretek fejleszteni, szeretek új dolgokat felfedezni és kipróbálni. Építettünk, több pályázatunk is volt, a pályázatokat én magam írom. Vannak külső segítségek, de alapvetően én állok helyt a pályázatok megírásánál, illetve a lemenedzselésénél. Most egy humán erőforrásos pályázatunk folyik éppen, hétfőt foglalkoztatunk, pluszba hétfő gyakornokunk van. Idén beadtunk egy pályázatot az idejében, egy infokommunikációs pályázatot, ahol az informatikai rendszerünket fejlesztjük, vagy fejlesztettük. A pályázatot ugyan még nem nyertük meg, de szükségét éreztem annak, hogy ez az informatikai fejlesztés megvalósuljon, így pályázat nélkül is, hogyha megnyerjük, akkor ülünk majd neki, de pályázat nélkül is belevágtunk ennek a fejlesztésébe. Egy olyan vállalatirányítási rendszert vezettünk be, amely összefoglalja, összegzi a cég minden egyes lépését. A család is itt dolgozik körülötted, ők is ebben a munkában vesznek részt természetesen? Abszolút, igen. Nekem igazából a családom az, aki adja az erőt ahhoz, hogy működjön ez a vállalkozás. Ugye említettem az elején, hogy a feleségem, édesanyja, az anyósom, vele kezdtük ezt a tűzép telepet. Apósom mind beszállító segít, nyilván több, mint egy beszállító, tehát más szemmel nézi a dolgokat, nem csak behozza a zárut, lerakja, leborítja és megy tovább, hanem azért ennél sokkal több szerves részét képez igazából a cég mindennapi életének. Pár éve az Anti felesége is csatlakozott, a vásárlókkal foglalkozik, illetve az adminisztratív és háttérmunkából is aktívan kiveszi a részét. Nem titok, hogy amellett, hogy itt van ez a tűzép, vagy több is, mint egy tűzép, ahogy megbeszéltük, azért neked van egy másik oldal, ami szintén családilag jött, ez a mezőgazdaság, vagy adódott. Abban hogy boldogulsz, vagy hogy csöppentél abba? Ez is egy régmúlt történetről indul. Tizenpár éves lehettem, és a családomnak azért mind a két oldalról volt egy kis földje, és én mindig mondtam nagyapámnak, aki volt az a telek is, ahol most vagyunk, hogy bérbe volt adva a föld, és mindig mondtam neki, hogy ha eljutunk odáig, akkor én szeretném majd művelni ezt a földet, vagy földeket. És hát mindig mosolyogtak rám, ugye egy tizenpár éves gyerekre legyintenek egyet, persze fiam, és
Én ezt halálosan komolyan gondoltam egyébként annak idején. Nyilván ez nem olyan egyszerű, hogy most akkor holnap azt mondom a családnak, hogy már pedig én akkor csinálom ezt a földet, és akkor művelem. Nem volt se végzettségem hozzá, se tapasztalatom hozzá, se semmi nem volt a gépek, berendezések. Tehát egyszerűen nulla, nem lehetett ezt megoldani. Viszont az apósom, ő kiderült, hogy ő is földdel foglalkozik. És én ugyanúgy, ahogy az anyósomat is, az apósomat is úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyunk, és neki vannak gépei, van egy kis föld neki is, mi lenne, ha csinálnánk egy közös vállalkozást, és a földet együtt vinnénk tovább. A papa természetesen igent mondott, így mindenki hozzátette, amilyen volt. Anti a háttérmunkában veszi ki a részét, míg apósa végzi a mindennapi tényleges munkát. Ebben az évben pályázatnak köszönhetően korszerűsítették az öntözőrendszert. Zöld borsóval, csemege kukoricával és cukorrépával foglalkoznak jelenleg. Mindkét területen további sok sikert kívánunk, és azt, hogy a lendülete, tenni akarása mindig megmaradjon az egész családnak.